köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A teljes karbonsemlegesség a cél, milliárdos fejlesztések a királyegyházi cementgyárban. Milliárdos fejlesztés, növekedés a Covid időszakban is, pécsi cég a Magyar Multi programban. Angolul és oroszul is tanulhatnak, ingyenes nyelvképzéseket indít a Pécsi Egyetem. Tudnivalók az SZJA bevalláshoz, május 20-a a határidő. Folyamatosan csökkenti a CO2 kibocsátást, még el nem éri a karbonsemlegességet 2050-re a királyegyházi cementgyár Baranya megyében. A cég ennek érdekében már 4,5 milliárdos beruházást hajtott végre. A nemzetközi vállalatcsoporthoz tartozó termelőüzemben azt mondják, az energiatermelés mellett a termékkínálatukban, a kutatásfejlesztési tevékenységükben is cél a kisebb karbonlábnyom elérése. A Lafarge-Holcim csoporthoz tartozó gyártók, cégek csatlakoztak az ENSZ üzleti ambíciók 1,5 Celsius fokon kampányához, meghatározva az iparág ambíciózus éghajlati célkitűzéseit 2030-ig. Továbbá vállalták, hogy a teljes cégcsoport esetében 2050-re elérik a CO2 semlegességet. A cementipar adja a világ széndioxid kibocsátásának 4-4,5%-át, ezért a klímavédelem érdekében csökkenteni kell ennek a melegházhatású gáznak a kibocsátását. Így gondolják a királyegyházi cementgyárban is, ezért célokat tűztek ki, mondja az ügyvezető igazgató. 2030-ra az 1990-es érték körülbelül 30%-ával csökkentsük a fajlagos széndioxid kibocsátásunkat, illetve az, hogy 2050-re elérjük a karbonsemlegességet. Ezek azért nagyon nehéz célok, hiszen többrétű feladatokból állnak. Az egyik és legfontosabb az a tüzelőanyagoknak a fosszilis arányának a csökkentése. Jelen pillanatban büszkén mondhatom, hogy körülbelül olyan 90%-ot hasznosítunk már egyéb alternatív tüzelőanyagokból itt a királyegyházi cementgyárban. 4,5 milliárd forintot ruháztak be ebbe, de nem csak a kazánok, illetve az energiatermelés korszerűsítésével igyekeznek elérni céljaikat. A másik láb a építőanyagok, építési törmelékek használata az alapanyaggyártásban. Ezzel tudjuk helyettesíteni az amúgy nagyon értékes és széndioxidban gazdag bükkösdi követ, hogyha a városban, illetve a megyében, illetve akár még talán a régióban is tudjuk hasznosítani a fel nem használható építési törmeléket. Ezzel egyébként a Kereskedelmi és Iparkamarával Pécsen nagyon sokat dolgozunk, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani. Ezek mellett fontos, hogy a termékei karbonlábnyomát is csökkentsék, valamint egy olyan szemlélet kialakítása az építőiparban, amelyik a tervezéstől kezdve a kivitelezésig figyelembe veszi a csökkentett széndioxid kibocsátást az egész folyamatban. A Lafarge-Holcim csoport a világ élmezőnyébe tartozik, alacsony széndioxid kibocsátású és a körkörös gazdaság szemléletmódját is magukba foglaló építőanyagai által. A CO2 megkötése és felhasználás, továbbá annak leválasztása és tárolása témakörében 20 különböző projekten dolgozik jelenleg. A projektek eredményeként összesen 4 millió tonna CO2 megtakarítás érhető el éves szinten. Mindennek keretében a vállalatcsoport jelenleg közel 50 millió tonna más ipar számára hulladékként kezelt anyagot hasznosít újra évente. Céljuk, hogy ezt a mennyiséget megduplázzák 2030-ig. Növekedett az árbevétele a járvány ellenére is annak a pécsi elektronikai cégnek, amely most csarnoképítésbe kezdett a Baranyai megye székhelyen. Éppen ezért jelentkeztek és nyertek a Magyar Multi program pályázatán. Ennek célja a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások támogatása. A fejlesztésükhöz most 500 000 000 kaptak állami forrásból. A cég jelenleg 120 embert foglalkoztat és termékeivel főleg Nyugat-Európában talált piacokra, de folyamatosan nő az érdeklődés a gyártmányaik megoldásaik iránt. Ezért is bővítik telephelyüket, eszközparkjukat. Épül az új csarnok a Pécsi Z Elektronikánál, mutatja a cég ügyvezetője hétfő délután. Nem vetette vissza őket a járvány, sőt, fejleszteniük kell, hogy kiszolgálhassák a piacaikat. Az elsősorban kis- és középszériás ipari elektronikai termékeket gyártó és fejlesztő pécsi vállalkozás a Magyar Multi programból nyert támogatást a fejlesztéshez, mondja a most működő üzemrészben az ügyvezető. Maga a projekt, amit a pályázat keretén megvalósítunk, az 1 milliárd forint, és ennek az 50%-át kapjuk a pályázat keretén belül.
Ebből épül meg egy 3500 négyzetméteres csarnok, ahová projektjeiket, fejlesztéseiket telepítik át egy bérelt ingatlanból. De nem csak épületet húznak fel a beruházás során. A projekt az úgy állt össze, hogy építkezés, gépberuházás és egyéb szoftveres, illetve szervezeti fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység megvalósítása. A mi esetünkben maga a Magyar Multik Program pályázata az egy 1 milliárdos projekt lett. Maga a teljes beruházás az túlmutat ezen, de ezt tudtuk belerakni a pályázatba. Összesen kb. 1,3-1,4 milliárd forint lesz a beruházás, amire másfél évünk van a megvalósításra. Jelenleg 110-120 között mozog a foglalkoztatottak száma a KFT-ben. A 2020-as árbevételük 1,7-1,8 milliárd forint volt, ami 10%-os növekedés a 2019-es adatokhoz képest. Ezért kaphattak támogatást a Magyar Multiprogramban, amelynek célja a magas növekedési potenciállal rendelkező hazai cégek támogatása. Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását, közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján. Az egyéni védelmet csak a vakcina felvétele biztosítja, míg a közösségi védelmet az, hogy minél többen felveszik az oltást, tette hozzá. 34 ezer Moderna vakcina érkezett hétfőn, kedden pedig 288 ezer 40 adag Pfizer, és még a héten orosz, valamint kínai oltóanyagok érkeznek. Müller Cecília szólt arról is, hogy minden oldópont működik. Angol és orosz. Ezt a két nyelvet hamarosan térítésmentesen tanulhatják meg azok, akik a Közép-Duna menti térség településein, illetve a Bonyhádon és Dombóváron élnek vagy dolgoznak, valamint a 18. életévüket betöltötték. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis a Paks 2 projekthez kapcsolódóan hirdett kurzusokat április végétől. A nyelvi képzések 40 órás időtartamban zajlanak, heti kétszer két óra időbeosztással, 10 héten keresztül 5 különböző nyelvi szinten. Térítésmentes nyelvképzéseket biztosít a PT-je a Paks 2 projekthez kapcsolódóan. A kurzusok 40 órás időtartamban zajlanak április végétől, heti kétszer két óra időbeosztással 10 héten keresztül. A nyelvtanárok hétfőtől péntekig állnak majd a jelentkezők rendelkezésére, alkalmazkodva a résztvevői igényekhez. Várhatóan a munkanyelvek azok az orosz és az angol lesznek. Az orosz azért, mert ugye a Oroszországból és a volt Szovjetunió utódállamaiból fognak sokan érkezni, illetve az angol pedig azért, mert a orosz atomerőművet építető cég nagyon sok országban rendelkezik munkahelyekkel, és onnan is fognak folyamatosan érkezni. Az angol és orosz nyelvi képzéseket 5 különböző nyelvi szinten a kezdőtől a haladóig tudják biztosítani a résztvevőknek, legfeljebb 15 fős csoportokban. Április végén, július elején és október elején tervezik az idei kurzusok indítását. Első körben egy általános nyelvi képzési anyagot fogunk tudni biztosítani, 40 órában azok számára, akik érdeklődnek. Utána pedig egy második lépcsőben várjuk azoknak a jelentkezését is majd az év második felében, akik ezt az első blokkot elvégezték, és a szakmájuk szerint specifikusabb nyelvi képzést szeretnének kapni. Ehhez ágazatonként egy 100-150 kifejezést tartalmazó szótárat állítanak majd össze az oktatók a tervek szerint. A képzésekre a Közép-Dunamenti térség településein, illetve a Bonyhádon és Dombóváron élők vagy dolgozók, valamint a 18. életévüket betöltöttek jelentkezhetnek. 2680 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 753.188 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25.381 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 458.212 fő, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. Jelenleg 8.650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1052-en vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében az igazoltan fertőzöttek száma a járvány kezdete óta már átlépte a 25 000-et, immáron 25.630 megbetegedést regisztráltak. Most újabb 188 fővel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben.
Mit tehet az adózó, ha nem kapta meg az adóbevalláshoz szükséges igazolást? Hogyan kell eljárni ingatlan értékesítés vagy bérbeadás esetén? Többek között ezekre a kérdésekre adott választ a NAV Baranya megyei sajtóreferense. Barlai Krisztina stúdiumban felhívta a figyelmet, hogy az SZIA bevallási határidő május 20-a, azonban a dokumentáció elkészítésénél sok mindenre oda kell figyelni. Az SZIA bevallás elkészítésekor sok mindenre kell figyelni, hívja fel a figyelmet a NAV Baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina Adópercek című műsorunkban foglalta össze a fontosabb tudnivalókat. Ilyen például a szükséges igazolásokra vonatkozó határidő. Bár a jövedelemről, levont adóról és járulékokról szóló dokumentumokat január 31-ig meg kellett kapniuk az adózóknak a munkáltatóktól, kifizetőktől, előfordulhat, hogy ezt nem adták át. Ebben az esetben az igazolások későbbi beszerzésére, a készhezvétel utáni 15. napon belül pótolni kell a tervezetben, ezzel egy időben pedig igazolási kérelmet is be kell nyújtani. Külön szabály vonatkozik a külföldön szerzett jövedelemre is, a bevallási tervezet ugyanis nem tartalmazza ezeket az összegeket. Hogyha külföldről származó, munkaviszonyból származó jövedelme van az adózónak, akkor a kettős adóztatást kizáró egyezmények alapján az abban az országban adóztatható, ahol kifizetik ezeket a jövedelmeket. Erre azért kell odafigyelni, mert hogyha egyébként más belföldi adóköteles, bevallásköteles jövedelme nem volt az adózónak, akkor nem kell neki bevallást csinálnia, és így automatikusan bevallási tervezet sem készül erről a jövedelemről. Az ingatlan értékesítésből manapság többen is bevételhez jutnak. Ez a jövedelem sem szerepel a tervezetben. Ezt nem is kell bevallani, ha az ingatlant olcsóbban adta el az adózó, mint amennyiért korábban vásárolta, vagy a vásárlástól számított 5 év elteltével adta el, hiszen ilyen módon nem keletkezett plusz jövedelme. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevételt azonban be kell vallani. A legtöbb esetben a NAV ezt megteszi a tervezet elkészítésekor. A teljes adatkört be kell írni ebbe a bevallási tervezetbe, ha van neki egyébként olyan jövedelme, amiről bevallási tervezet készül. Hogyha az adózónak csak és kizárólag ingatlan bérbeadásból van jövedelme az adóévben, akkor pedig a 20 SZIA nyomtatványt kell neki kitölteni, és ebben kell szerepeltetni a bérbeadáshoz kapcsolódó adatokat. Barlai Krisztina kiemelte, a személyi jövedelemadó bevallási határideje május 20-a. Az adózók telefonon vagy elektronikus úton is kérhetnek segítséget a NAV munkatársaitól, amennyiben kérdéseik merülnének fel az SZIA bevallással kapcsolatban. Az MB2-es PMFC 50 percet emberhátrányban játszva 1-1-es döntetlenre végzett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen. A PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata magabiztos 26 pontos győzelmet aratott Jászberényben a play-out harmadik fordulójában. A PVSL férfi kézilabdázói pedig megkezdték a menetelést felfelé, és a KK Ajka elleni idegenbeli, valamint hazai győzelmével a 10-ről a 8. helyre jöttek fel az MB1-B nyugati csoportjában. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen nehéz összecsapás várt a PMFC-re, hiszen sérülés valamint eltiltás miatt 6 játékosra, köztük a csapatkapitányra sem számíthatott a szakmai stáb. Ráadásul a találkozó 40. percében Rácz Lászlót piros lappal kiállította a játékvezető. De látszott, hogy emberhátránya ellenére sem adja fel a PMFC, 10 emberrel is nagy elánnal játszottak, és az 59. percben Geiger Norbert révén megszerezték a vezetést. A 77. percben aztán nem bírta a Pécs a nyomást, és a korábban csereként beálló Haruna közelről egyenlített és beállította az 1-1-es végeredményt. Abszolút rendben volt a második félidő, tetszett a fiúknak a hozzáállása és a mentalitása. Nyilván közrejátszott az is, hogy azért több hiányzóval, minőségi hiányzóik voltak a cserepadon is, ugye nem igazán tudtam olyan minőséget még pluszba beletenni, aki a védekezésbe még plusz hozzá tudott volna tenni. Úgyhogy összességében ezek után, soha nem mondom, hogy mérkőzésen elégedett vagyok az eredménnyel, több volt benne, kicsit keserű a számizet, de megyünk tovább és csináljuk tovább úgy, ahogy mi azt tudjuk. Az oroszlány elleni szerdai vereség után a Jászberényi KSE együtteséhez utazott a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata a play-out harmadik fordulójára. A pécsiek fegyelmezett pontos kosárlabdát játszottak, és holott a play-outban nem kötelező a fiatal szabály, Dragan Aleksics játék lehetőséget adott a fiataloknak, és végül 98-72-re legyőzték a Jászberény gárdáját. Ma azt csináltuk, ami a feladatunk. Jól játszottunk.
játszottunk és nyertünk. Sajnálom, hogy a jászberény betegségek és sérülések miatt megtorpant. Nehéz lehet így az edzőnek és a játékosoknak is. A mi dolgunk ma az volt, hogy a saját játékunkra koncentráljunk, és ne foglalkozzunk az ő problémáikkal. Ez sikerült is nekünk, végig irányítottuk a meccset, és nyertünk. Még egyszer sok sikert kívánok a Jászberénynek a play-out hátra levő részében. Zsinórban két hétvégén is találkozott egymással a PVS-e és a KK Ajka férfi kézilabda csapata az NB1B-s bajnokságban. Először idegenben tudott 5 góllal nyerni a pécsi együttes, egy hét múlva pedig a Lauber Dezső sportcsarnokban az első félidei hátrányt ledolgozva átvette a vezetést, és 25-21-re nyerte a bentmaradás szempontjából fontos találkozót a PVS-e. Nagyon sportszerű és komolyabb két mérkőzésen vagyunk túl, és ez a barátság, amit mondtál, ez, én azt gondolom, ez meg is van a két klub között. A szerencsefaktor az nagyon fontos. Azt gondolom, az első félidő az egyértelmű az Ajkája volt, a második félidő meg a miénk fontos periódusokban megvoltak a mellékpártolat, a szerencse is, és sokkal több jó döntést hoztunk mi a második félidőben, főleg támadásban, mint az elsőben. Talán ez volt a számunkra, ez volt a változásnak a kulcsa. A PVSK Veolia szerdán a Kecskemétet fogadja, a PVS-e pénteken itthon játszik a budai farkasokkal, míg a PMFC szintén pénteken a listavezető Vasashoz utazik. Az MLS elsőfokú licenszadó bizottsága április 19-i ülésén megvizsgálta a PMFC licensz kérelmét, és első körben megítélte a klub számára a 2021-22-es évadra szóló NB1-es licenszet, amely automatikusan feljogosít a másodosztályban való induláshoz is. A hivatalos indoklás szerint a benyújtott dokumentumok a klub licensz szabályzatban meghatározott minden kötelező A kritériumnak megfelelnek. Győri János, a PMFC operatív igazgatója elmondta, nagyon örül a hírnek, hiszen a háttérben nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez maradéktalanul teljesüljön. A régió híreivel folytatjuk. Látják a fényt az alagút végén a vendéglátósok, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy amennyiben eléri a Magyarországon beoltott emberek száma a 3,5 millió főt, kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Erre várhatóan április végén kerül majd sor. A Tolna megyei egységek különböző újításokkal készülnek az újranyitásra. Nagyszabású munkálatok folynak a Boddi pincészet birtokán, már az április végére ígért újranyitásra készülnek, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be szerdán. A vendéglátók teraszai akkor nyithatnak ki, ha elérik a 3,5 millió beoltott embert. Bár még csak a teraszrészt kezdhetik el üzemeltetni, Pölöte Norbert, a cég vendéglátó igazgatója elmondta, mi mindennel készülnek a nagy napra. A tónak a medrét tisztítjuk, takarítjuk, fákat ültetünk, zöldövezetet bővítjük. Hát ilyenekkel próbálunk, és hát természetesen a szakmai dolgokkal, a tavaszi-nyári új étlappal Magnorvi séfünk és csapata egy nagyon jó, rugalmas étlapot, a régi, bevált hagyományos standard ételeink, amit nem lehet levenni az étlapról, de természetesen sok újdonsággal. Fertőtlenítik a teraszokra kihelyezett asztalokat és székeket a tolnai cukrászdában. Itt hamarosan 25 vendég férhet el, amint dönt a kormány a nyitásról. A vendéglátó ipari egység vezetői és dolgozói nagyon várják már ezt a pillanatot, és több újdonságot is terveznek az alkalomra. A kínálatot bővítik, a poharakat, tányérokat tisztítják, annak pedig külön örülnek, hogy a kormány eltörli a teraszok díjait is, hogy ezzel is segítse a vendéglátó egységeket. Készülünk egy-két újdonsággal is, mint például nyitunk fagyizót, itt a terasznak az ajtaján lesz. Igazából nagyon várjuk, nagyon sok embert várunk, gondolom nagyon sokan jönnek majd kávézni, fagyizni, örülnek, hogy kiülhetnek majd a teraszra, reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Az elvitelre való kiszolgálás meg fog maradni, mert egyrészt nem minden vendéglátó egység rendelkezik terasszal, másrészt a többség nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kiessen ez a bevételi forrás. A szabályok pedig ugyanazok lesznek, mint tavaly. Az éttermekben megtartják az asztalok között a megfelelő távolságot, a személyzet pedig maszkot fog viselni.
Továbbra is zökkenőmentes az oltás a kaposvári oltópontokon, és az újabb adag vakcinák érkezése is folyamatos. A regisztrált 60 év felettiek és a krónikus betegek oltása lassan befejeződik, ezzel párhuzamosan már a fiatalok kerülnek sorra. Újabb 80 ampulla AstraZeneca vakcina érkezett a kaposvári kormányhivatal járványügyi főosztályára. Ezeket a házi orvosi praxisok között osztották szét. Egyre növekszik a oltakozási kedv, és ezen a héten, a következő néhány napban egyrészt azok a 65 év feletti lakosok lesznek beoltva, akik még nem mentek, regisztráltak, de még nem mentek el oltásra, illetve ezzel a vakcinával is ezt a korosztályt oltják, illetve vannak praxisok, ahol már 60 év alatti korosztályt is oltják, az Pfizer vakcinával fogják oltani. Milyen kezes? Jobbkezes. Akkor a balra érdemes. Ez pedig már a kaposvári kórház egyik oltópontja. A héten Pfizer és Sputnik készítményekkel oltanak. A szakemberek azt mondják, azoknak is be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat, akik már megkapták a vakcinát. Ha megkapják az oltást, ez nem azt jelenti, hogy akkor a maszkot már nem kell hordani, a távolságot nem kell tartani, sőt, még inkább fokozottabban oda kell erre figyelni, mert az oltás az védelmet ad a betegség súlyosabb tünetei ellen, hogy mondjuk kórházban ne kerüljön az illető, de sajnos a betegséget ugyanúgy el tudjuk kapni. Éppen ezért nagyon fontos az előző védelmi intézkedések további betartása is. Eddig Somogyban, Kaposvár mellett Siófokon, Marcaliban és Nagyatádon voltak oltópontok, nemrég azonban Fonyódon is nyílt egy. Újra tartanak rendes tárgyalásokat a bíróságokon április 20-ától. A koronavírus járvány gyors terjedése miatt március óta csak videokonferenciás meghallgatásokra került sor, ezzel együtt a panasznapok is újraindulnak. Újra tartanak jelenléti tárgyalásokat a bíróságok jövő hét 2-től. Márciusban született arról döntés, hogy az országban a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt csak távmeghallgatásos tárgyalásokat lehet tartani. A korábban elrendelt szigorú védelmi intézkedések jelentős része viszont továbbra is érvényben lesz. Csak azok léphetnek be a bíróság épületekbe, akik idézést vagy értesítést kaptak az adott eljárási cselekményre, illetve előzetesen lehet regisztrálni bizonyos tárgyalásokra. 24 órával az eljárási eseményt megelőzően a bíróság büntető vagy polgári irodáján, telefonon, e-mailen keresztül kell regisztrálni. Ezzel együtt az ügyfélsegítő vagy régi nevükön panasznapok is újraindulnak április 20-ától. Belépni csak időpontra lehet ezekre a napokra, mint ahogy a büntető és polgári irodák is működnek. Ide is be lehet már lépni, de ugyanez vonatkozik ide is. Időpontot kell kérni, célszerű telefonon vagy e-mailben ezt megtenni, és akinek időpontja van az épületekbe, természetesen a szigorú beléptetési szabályok mellett beléphet. A tárgyalásokon és a bíróságok épületeiben továbbra is kötelező a maszk használat. Hálózati fejlesztéseket végez a Tornai megyeszékhelyen a TAR Kft. A korszerűsítési munkálatokkal gyorsabbá és stabilabbá válik majd a távközlési cég valamennyi szolgáltatása. TAR János ügyvezető elárulta, éves nyereségük legnagyobb részét innovációkra költik. A szexárdi munkálatok várhatóan április végén fejeződnek be. Karbantartási munkálatokat végeznek a TAR Kft. Dolgozói Szexárdon. A szervízcsapat 24 órás készültségben van az esetleges hibák elhárítására, azonban nem csak javításokat végeznek. Tar János, a cég ügyvezetője elárulta, az éves nyereségük nagy részét fejlesztésekre költik. Ilyen hálózati fejlesztésnek lehettek a szexárdiak szemtanúi az elmúlt hetekben, a Flórián, a Fürdőház és a Mérei utca, valamint a Szent László, a Táncsics és a Vörösmarty utca egy részénél. A mostani szexárdi fejlesztés az egy nagyon nagy lépés számunkra, egyébként optikai átépítés zajlik, főleg lakótelepi területen most Szexárdon, illetve hát ahogy láthatták ott a Béla téren, Flórián utca környékén, ott pedig hát egy gerinc, új gerinc kiépítés zajlik. Az ügyvezető elmondta, erre azért volt szükség, mert az itt elterülő hálózati rendszer már régi volt, és ezzel az egyik legkorszerűbb optikai szálas technológiával sokkal stabilabb és gyorsabb lesz minden igényelt szolgáltatás.
Hozzátette, az elvük az, hogy az optikai kábellel, ami egy hajszálnál is vékonyabb, maggal rendelkező vezeték, minél közelebb menjenek az ügyfelekhez. Vannak már olyan lakótelepek a Tolnai megyeszékhelyen, ahol az előfizető lakásáig sikerült elvinni ezt a modern technológiát. Ezen gyakorlatilag különböző színű fényekkel bevilágítunk, és ezeket a fényeket különbözőképpen moduláljuk. Tehát ez egy optikai kábelen akár 10 különböző dolgot is tudunk csinálni, mert más színű fénnyel világítunk bele, más lambda hullámhosszú fénnyel, és ennek a fénynek a terjedési sebessége is más az optikai kábelen. Tehát ez változik, és ezért tudjuk arra használni, hogy például az egyiken az ügyfél az letölt az egyik színű fénnyel, a másik színű fénnyel föltölt, a harmadik színű fénnyel meg tévét néz. Így működik. A szekszárdi telephelyű távközlési cég 340 településen több mint 110 000 előfizető otthonában van jelen. A megyeszékhelyen jelenleg zajló fejlesztési munkálatok várhatóan április végén fejeződnek be. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. A teljes karbonsemlegesség a cél, milliárdos fejlesztések a királyegyházi cementgyárban. Milliárdos fejlesztés, növekedés a Covid időszakban is, pécsi cég a Magyar Multi programban. Angolul és oroszul is tanulhatnak, ingyenes nyelvképzéseket indít a Pécsi Egyetem. Tudnivalók az SZIA bevalláshoz, május 20-a a határidő. Kedden eleinte elszórtan, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több helyen alakulhatnak ki záporok, délután zivatarok is, amiket élénk erős széllökések kísérhetnek. Több helyen lehet párás, ködös a reggel, délután 10-15 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!